Ballagás, Kónya Csaba sikerei, fesztiválra készülve. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. június 20-án 18 óra 5 perckor. A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kovács Mihály Általános Iskolai Tagintézményében két nyolcadikos osztály vett búcsút péntek délután az iskolától, a tanáraiktól és a kisebb társaiktól. A ballagók nevében Balánti Boglárka Evila, 8. B-osztályos tanuló az alábbi szavakkal búcsúzott. Elérkeztünk életünk egyik legfontosabb mérföldkövéhez. Tisztelt vezetőség, tisztelt tanáraink, kedves diáktársaim, drága vendégeink! Szeretettel köszöntök minden jelenlévőt! Eljött az a nap, melyet mindannyian vártunk, most mégis elcsukló hangon szólok hozzátok. Búcsút veszünk az általános iskolától, a gyermekéveinktől, egy új, izgalmakkal és kihívásokkal teli életszakaszt vár ránk. Tisztelt tanáraink! Köszönettel és hálával tartozunk Önöknek a türelemért, a törődésért, azért a szeretetért, melyen nap mint nap megajándékoztak minket. Köszönjük azt, hogy rendszeresen megbocsájtottak és szemet hunytak a csíntevéseink fölött. Köszönjük azt, hogy elnézték nekünk olykor gyenge teljesítményeinket, hogy mindvégig támogatták továbbhaladásunkat. Kedves szüleink! Köszönjük nektek a szeretetet, hálásak vagyunk a törődésért, azért, hogy egyengetitek útjainkat. Igyekszünk bizonyítani azt, hogy fáradozásotok nem volt hiába való. Ígérjük azt, hogy helytállunk a későbbiekben is. Kedves itt maradó diáktársaim, kovácsosnak lenni valami különlegeset jelent. Egy olyan közösség tagjai vagytok, mely a katonai élet élethez hasonlóan vall egy olyan erkölcsrendet, mely egyedüli város szinten. Igyekezzetek méltók maradni az intézményünk értékrendjéhez, iskolánk névadójához. Legyetek büszkék kovácsosok! A tanuló ifjúságot képviselve Lukács Jászmin, 7. A-osztályos tanuló köszönt el végzős diáktársaitól. 8 tartalmas évet töltöttetek ebben az iskolában, 8 olyan évet, mely tele van emlékkel, örömmel, olykor bosszúsággal. De minden emlékből tanultatok, és a tarisznyátokban ott van a tapasztalat, melyel indultok tovább a választott utatokon. 8 évvel ezelőtt még szorongva, de kíváncsisággal telve léptétek át az iskola küszöbét. Egy új, ismeretlen tudással teli világba kerültetek. Tanítóitok sok-sok türelemmel vezettek be titeket a betűk és a számok birodalmába, ahol ma már önállóan veszitek az akadályokat. Felső tagozatba kerülve már ismerős tanárok fogadtak titeket, ők tovább vittek a tudáshoz vezető úton, miközben tanítottak, neveltek is, olyan kincset adtak át nap mint nap, mely pótolhatatlan, mely útra való most, hogy kikerültök óvó gondoskodásuk alól. Ez a szeretet. A szeretet, mely táplál mindannyiunkat, mely segít átvészelni a nehéz időket, mely boldogságot még szebbé teszi. Búcsúzunk most tőletek, mi 7-esek. Itt hagytok minket. Könnyes szemmel néztek vissza azokra a diáktársaitokra, akik itt maradnak, és főként ránk 7-esekre, akik a legnagyobbak lesznek, miután ti elköszöntök. Nekünk kell majd betölteni azt a szerepet, mely titeket illetett. Most mi leszünk azok, akik példát kell mutassanak a kisebbeknek, akiknek terelgetniük kell az alsó éveseket. Nagy feladat, de tőletek tanulva igyekszünk helytállni és méltó megmaradni kovácsos diáknak. Olykor irigykedve, máskor aggódva tekintünk rátok. Irigykedünk, mert egy új izgalmas életszakaszba léptek, és féltünk titeket, mert olyan kihívások elé kell állnotok, melyek kitartást, erőt követelnek. Ezekhez a kihívásokhoz kívánunk nektek bátorságot, elszántságot. Majd a nevelőtestület nevében a 8. B-osztály osztályfőnöke, Dedinszky László tanár úr búcsúzott a ballagóktól. Mint osztályfőnök, tanár és pedagógus szólok hozzátok. Elmúlt 4 évben alaposan megismertünk benneteket, szívünkhöz közel kerültetek, számtalan emlékünk van, amiket együtt éltünk meg. Eszembe jutnak az órák, időnként nevetésbe fulladó pillanatai,
amikor a kéretlen hozzászólások egész más irányba vitték a figyelmet. Mindig lehetett számítani rátok. A versenyeknél, ha szerepelni kellett, a műsoroknál mindig volt számos önként jelentkező, főleg, hogy megmondtam, hogy ki legyen az. Igaz, ahogy visszanéztem a 4 év eseményeit, azt mondhatom, hogy jó kis társaság voltatok. És most, amikor utoljára vagyunk együtt, érdemes egy kicsit visszagondolni a mögöttünk hagyott 4 évre. Nagyon sokat, vagy 8 évre, nagyon sokat változtatok ezek alatt az évek alatt. Egyre érettebbek, határozottabbak, öntudatosabbak lettetek. Meg kell vallani néha egy kicsit túlságosan öntudatosak is. A járvány alatti feladatok, a tanulás megerősítettek benneteket, kitartásban, önbizalomban, tudatosították bennetek azt, hogy mindenre képesek vagytok. Önállóságra, felelősségvállalásra nevelt mindannyiótokat. Higgyétek el, ezeket az éveket, napokat, perceket nem lehet kitörölni az emlékezetünkből, nyomot hagynak mindenkiben, bennünk is. Nem fogunk és nem is akarunk elfelejteni benneteket. Pedagógus társaimmal együtt örülünk minden sikernek, apró örömnek, átérezzük a kudarcok okozta fájdalmat, bánatot, bosszankodunk, ha néha úgy érezzük, hogy hiába dolgoztunk. Ezután a 8 év alatt legjobban teljesítő diákokat tanulmányi és sportmunkájukért jutalomba részesítette Plósz Csilla intézményvezető és Karas Elvira tagintézményvezető. A ballagás meglepetés énekkel zárult, az iskola pedagógusai énekeltek tanítványaiknak. Kónya Csabával, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium 9. kisével beszélgettünk a tanévben elért sikereiről. A matek-fizika szakot választó fiatalember matekból a Sziporka versenyen vett részt, ahol az országos döntőn 3. helyezést érte el. A Tornyai Sándor fizika versenyen pedig országos 11. lett. Mivel matek-fizika szakos vagyok, megpróbáltattam magam matek, illetve fizika versenyekből. A matek oldalról a Sziporka versenyen vettem részt, amin az országos döntőn 3. helyet sikerült elérnem, illetve utána volt a fizika verseny, a Tornyai Sándor fizika verseny, ahol 11. országos helyet sikerült megszereznem. Bár ez a két tantárgy a kedvence, de nem tartja kizártnak, hogy más tantárgyból is megpróbáljon majd versenyezni. Főleg inkább ez a kettő tantárgy a kedvencem. De egyébként nem tartom kizártnak, hogy más tantárgyból is megpróbáljam majd, de így főleg inkább ez a kettő, igen. A matek versenyen az egyenletekből voltak a fő feladatok, fizikából inkább gyakorlatra mentek, számítás, kísérletek, ami közelebb is áll Csabához. Ez a matek verseny, ez egyenlet megoldásra épült, vagy alapult. Hát igazából ebben nem kell semmi elméletet tanulni, ezt érteni, vagy... Így van, a fizika szintén inkább a gyakorlatra ment, tehát nem voltak ilyenek, hogy fogalmak, meg elmélet egyáltalán, hanem feladatok, számítás, meg inkább a kísérletek, igen. Szeret az áramkörökkel kísérletezni? Jobban szeretek kísérletezni az elektromosság témakörbe, ugye az még nem ebben az évben, hanem ha jól tudom, vagy jövő évben, vagy 11-ben. Inkább abba szeretek kísérletezni, ott az áramkörökkel kapcsolatban. Amik most tanulunk, témakörök, ott inkább azokat kísérletezem, amiket órán is. Otthon nem olyan jellemző, hogy szoktam. Ebben az évben jelenléti oktatás volt, így a versenyek egy részét is így tartották. A Sziporkával az a helyzet állt elő, hogy itt a vírushelyzet miatt még nem merték megtartani élőben, vagy el kellett volna utazni, de szerintem nem volt ez hátrány, mert hát nem sok ember szeret utazni, hogy 2 óra oda az út, meg 2 óra vissza, úgyhogy kényelmesebb volt így, hogy otthonról, meg igazából ugyanolyan volt, mint hogyha ott írtam volna meg, csak otthon. A fizika verseny az pedig itt az iskolában történt. A versenyekre Németh Ildikó és Tóth Kovács Katalin tanárnő készítette fel a diákot, akinek évvégén csak rajzból lesz 4-ese, a többi tárgyból jeles. Természetesen ott van a súly, és rengeteget is készültünk tanárnőikkel, mind Németh Ildikó tanárnővel, mind Tóth Kovács Katalin tanárnővel, úgyhogy még egyszer köszönöm nekik innen is, hogy a felkészítést megadták. Várja a szünidőt, amikor is pihenni és kicsit tanulni is fog majd.
Stúdiónk mai vendége Nagy György Jenő, a Karcagi Birkafőzők Egyesületének elnöke volt, akivel a közelgő Karcagi Birkafőző Fesztiválról, a kezdetekről, az idei év programjáról, a jó hungarikum birkapörkölt elkészítéséről is beszélgettünk. Mai vendégünk Nagy György Jenő, a Karcagi Birkafőzők Egyesületének elnöke. Üdvözlöm, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm, és üdvözlöm a tévénézőket én is. Közeledik június utolsó hétvégéje, ami már rendhagyó módon évtizedek óta a Karcagi Birkafőző Fesztiválnak a napja. Ez egy hatalmas évet bejárt rendezvény, szinte határon innen és túl mindenki ismeri, tud róla, látogatja. Kezdjük az elején, és kicsit idézzük fel a múltat, hogy hogyan emlékszik ön arra a birkafőző versenyre, talán még verseny volt a neve, amelyen elsőként vett részt. Igen, az 2005-ben történt, és sokáig csak nézelődő voltam a kezdeteknél, hiszen azt hiszem 99-ben kezdődött az első, és 2005-ben vettem magamnak annyi erőt, hogy na akkor én is megmutassam, hogy mit tudok főzni. Akkoriban még elég kevesen voltunk, tehát 80-85 fő volt a versenyzőknek a száma, de egy nagyon szép rendezvény volt, akkor még tényleg versenynek hívták, nem fesztiválnak. Izgultunk, természetesen segítségi hívtam például az édesapámat, őtől tanultuk ugye a birkafőzést is, és akkor az elsőnél csak legyen ott, nézze, hogy csinálunk, mit csinálunk, és utána úgy apránként ő is elmaradt, és azóta meg már csak természetesen önállóan, minden évben megjelennek és főzök egy birkát. Több generáció van jelen akkor ilyenkor egy főzés alkalmával. Miben változott az elmúlt évek alatt, ön hogyan látja? Változott a birkafőzés, minimálisan az alapok megmaradtak, a hozzávalók nem változtak, az elkészítési módjában szerintem azért történt változás, talán kevesebb fagyút használunk fel, a birkából többet veszünk le, hát a én nagyszüleim, akik még jó fagyúsan ették a birkát, biztosan rosszalóan néznék azt a mennyiséget, amit leveszünk, de haladni kell a korral egy kicsit, és úgy gondolom, hogy a mai fiataloknak már nem ez a szájíze, nem hiszem, hogy az a fagyús birka, amit még valamikor 40 évvel ezelőtt tettek, azt most is meg tudnák enni, de mondom, semmiben, egyébként másban nincs változás. Nyilván ez a főzésre vonatkozik, a birkafőzésre. A fesztivál, mivel ugye ön évek óta a rendszeres résztvevője, az miben változott, mennyiben módosult, fejlődött? A fesztivál nagyon sokat változott az elmúlt 22 évben, már ugye a kihagyott éveket nem is számoltam. Minden évben nőtt, egyre színvonalasabb lett, úgy gondolom, egyre többen vették azt a ötletet, hogy ők is főzzenek. És úgy látom, például a mostanira már kikerekedett az, hogy a fiatalok nagyon nagy számba jönnek a fesztiválra. Mi lehet ennek az oka egyébként? Szerintem kezdik ők is ezt a birkafőzést megszeretni. Úgy látom, egyébként meg nagyon nagy vonzereje is van, társasági vonzereje is van, hiszen egy birkát levágni is nem egyedül jó. Legalább két ember, vagy három, legalább meg tudjon inni egy fröccsöt, egy pálinkát mellé, tudjon beszélgetni. És akkor mivel nagy mennyiségről van szó, meghívja majd a testvéreit, rokonait, barátait, családtagjait, ismerőseit, és rögtön egy társasági szerepet tölt be, ami úgy gondolom, hogy a fiatalok körében pedig elképzelhetetlen, hogy társaságban ne legyenek. És ez egy nagyon jó társasági esemény, hiszen ahogyan mondta, az elejétől a végéig részt vesznek benne. Miben tudnak segíteni ilyenkor, akár a fesztivál szervezésében, akár ahogyan említette, már a kezdeteknél? Hogyan zajlik? Hát mi igyekszünk megadni tényleg a fiataloknak minden segítséget azzal, hogy ott egy tényleg egy színvonalas helyen tudjanak főzni. Na most az, hogy ők hogy vágják a birkát, ebben már nagyon nem tudunk beleszólni, de ha hozzánk jönnek természetesen például az Egyesülethez, nem küldünk el senkit sem, nyilván nagy segítséget nyújtunk, akár darabolásban, múltkor például hozzászóltam, hogy a fejet hogy kell megtakarítani tisztességesen, jól úgy, hogy az felszolgálható legyen, hiszen láttam, hogy nem jó készített el valaki, de a visszajelzés teljesen jó volt, megköszönték, és azt mondták, hogy legközelebb akkor majd így fogják csinálni. Hány résztvevőre, milyen birkafőző fesztiválra számít idén, hiszen ugye volt két év, amikor kicsit más formába tevődött, tehát más térbe a birkafőző fesztivál.
Én úgy gondolom, igény van rá a fesztiválokra az idén, hiszen elmaradt két év, ami ugye egyrészt mindenkit visszavetett. Most is vannak főzőink egyébként, akik még mindig tartózkodnak, még mindig óckodnak, de a tavalyi 270 vagy nevezőhöz képest most egy picit szellősebbé tettük a helyeket, és 241 nevezőt tudunk fogadni. Én úgy emlékszem, vagy úgy tudom, a utolsó információm szerint, hogy szinte minden helyel kell. Ugye a 241 nevezőre számítunk, és ők meg nem mindig egy birkát főznek, tehát közel 400-500 akár birka is lehet majd a versenyen, de ezt meg is fogják majd számolni. Biztos rengetegszer kérdezték már önöktől, de hát ki lenne szakavatottabb a témában, mint ön, hogy mi a jó birka pörkölt receptje? Az egyszerűsége, nincs neki nagy tudomány benne, inkább a tapasztalat. Én azt gondolom, hogy egy nagyfokú tapasztalat szükséges ahhoz, hogy valaki egy jó birkát elkészítse. Kell egy jó szájíz és egy nagyon sok főzés. Sok birkát meg kell főzni, azt hallgatni kell azoknak a szavára is, akik megkóstolják, és azt mondja, hogy finom vagy nem finom, mert akkor azzal lehet egy picit módosítani az ízeket. De igazából ugye a ősi recept, vagy a régi recept megmaradt, azon nem változtatunk, nem teszünk bele új dolgokat, nem teszünk bele olyan dolgot, ami nem odaillő. Egyszerű és egy tartalmas ételt kell főzni, finom szájízzel, és akkor szerintem nem lesz gondolva. Tehát nem kell nagy dolgokra gondolni, aki esetleg először próbálkozik a birkafőzéssel, hanem tényleg egy jó pörköltöt kell készíteni. Akik most indulnak a versenyen, hogy most próbálják először két csapatba magukat, azoknak mit javasol? Nagyon ügyeljenek a tisztaságra, nagyon ügyeljenek a környezetükre, figyeljen oda végig a főzésre, ne hagyja szabadon sose, ne adja felügyelet nélkül a pörköltet, hiszen olyankor szokott esetleg bekövetkezni a csúnya leégés, kozmálás, akármi. Kérjen tanácsot természetesen, ha kell, akár egy idősebb tapasztalta főző személyében legyen ott, és tényleg érezze jól magát, én azt gondolom. Én megköszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és stúdiónk vendége voltál. Én nagyon jó versenyzést is kívánok, és nagyon kellemes időtöltést június 24-én, 25-én a Karcagi Birka Főző Fesztiválon. Köszönöm szépen, úgy legyen. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Médiacentrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!